Szeretettel köszöntöm nézőinket! Március 30-án lesz Budakalászon az Omszki Ultra 100 futóverseny Sallai Zsuzsa emlékére. Ennek apropója, hogy vendégem a stúdióban Ricó Anita, a Visszadobta 2, illetve az első kötetnek is a szerzője, írója. Most jött ki a könyv, Anita, és köszönöm, hogy hoztál belőle egy példányt, még meleg. Beszélgessünk egy kicsit a futóversenyről, Zsuzsiról, illetve a tervezett emlékkörről. Hát nem is tudom, melyikkel kezdjem. Igazából összefügg a három dolog egymással. Ugye a Zsuzsi 2022. október 13-án távozott tőlünk, és akkor, nem sokkal a halála után, a születésnapján, november 5-én futottunk egy kört a tiszteletére a születésnapján, mert ezt így szokta az Omszki tó körül, és akkor én bejelentettem, hogy szeretnénk, hogyha az Omszki tó körüli futókört, azt elnevezhetnénk róla. Ez volt a kiinduló pont. Én ennek kapcsán felkerestem a budakalászi főépítészasszonyt, aki azt javasolta, hogy sok oka van ennek, ami miatt ez egy elég bonyolult is lenne, és én úgy éreztem, hogy talán nem is annyira támogatná az önkormányzat, hanem inkább egy emlékkövet javasolt, aminek majd kiválasztjuk a helyét, bár akkor ott latolgattuk, hogy hol lenne a legjobb, ami mellé talán majd évek múlva egy pad is kerülhet, de most arra értek össze a szálak, és március 30-án pontosabban szombaton, amikor lesz a futóverseny, akkor fogjuk a most frissen elkészült második kötetet így a közönségnek bemutatni, ott felállítjuk a Visszadobtak sátrat, és aki szeretné, megvásárolhatja a könyvet, és reméljük, hogy akkor már bejelenthetjük azt is, hogy az önkormányzat részéről megkapja a jóváhagyást a mostara már megtervezett emlékkő, amit csak úgy kell elképzelni, hogy a budakalászi bányából egy kőre egy ilyen akrilplexi lapon lesz egy felirat a Visszadobtak logóval, a Zsuzsi nevével, az évszámokkal és a kedvenc idézetével, ami az első könyvben is szerepelt. És hogyha ezt így elfogadják, jóváhagyják, akkor az a kő ki fog kerülni. És tulajdonképpen az emlékverseny, az attól lett emlékverseny, hogy ez a Zsuzsi által kezdeményezett verseny volt minden évben, mikor ő futó nagykövet lett, és miután meghalt, az Egyesület kérte, és az Atlétikai Szövetség pedig engedélyezte, hogy fölvegye a verseny a Sallai Zsuzsi emlékverseny nevet. Zsuzsit nagyon sokan ismerték, szeretik a mai napig is Pomázon, Budakalászon, szerte a világban, illetve hát a könyvét olvasták az első részt, a könyvedet. Nem csak Magyarországon, hanem országhatáron túl is, és várják a második kötetet. Hol lesz kapható a futóversenyen kívül? Igazából egyelőre még nem tudjuk, az első könyvet azt bevittük a Libribe, és a Librin keresztül is meg lehetett rendelni, de nagy részt szerte az országban író-olvasó találkozókat tartottunk, tehát mentünk nagyon sok helyre, országhatáron túlra is, Bécsbe például voltunk, de a határon túli magyarok is nagyon sokan rendeltek belőle, de tulajdonképpen ezek az ilyen találkozók, illetve a futóversenyek adták az apropóját a találkozóknak és a könyvárusításának, és csak talán a második vagy a harmadik évbe került be könyvesboltba. Most is azt tervezzük, hogy első körben rajtunk keresztül, vagyis az Egyesületen keresztül lehet hozzájutni a könyvhöz, és a Zsuzsi honlapján is, és az én készülő honlapomon is kint lesz az elérhetőség, hogy hova lehet utalni a pénzt, és akkor úgy tudjuk postázni a könyvet annak, aki kéri. Ez a 120 oldalas kötet mennyiben függ össze az első résszel, hogyan lett megszerkesztve? Az eredeti terv az volt, hogy ugye az első kötetben a Zsuzsi életének az első 50 évét dolgoztuk föl, és mikor a könyv végére értünk, akkor a Zsuzsiban összeállt, hogy tulajdonképpen mennyi minden nincs még benne így tisztázva, mennyi feldolgozatlan olyan élethelyzet van, amiről ő tudna ma úgy beszélni, úgy mesélni, ami talán másoknak is hasznos lehet, és akkor ő úgy gondolta, hogy további kötetek lesznek még, tehát nem egy, hanem még sok kötetre gondolt, és igazából ő egy-egy életszakaszt szeretett volna részletesebben kifejteni. Ehhez képest ugye ez a második kötet, ennek az utolsó három évnek a története,
viszont nem csak azért ennek az utolsó három névnek a története, mert ennyi maradt az ő életéből, hanem azért is, mert időközben ez a betegség, aminek a diagnózisát ő 2021. februárjában megkapta, ez teljesen átalakította nem csak a hosszú távú terveket, hanem azt is, hogy ő mit szeretne elmondani. És emiatt igazából ez a második kötet szorosan kapcsolódik annyiban az elsőhöz, hogy pontosan ott folytatjuk, ahol az véget ért, és nagyon igyekeztünk az időrendet is tartani, meg kihangsúlyozni a 2019-es évet hosszabban elmesélve, ami egy nagyon sikeres éve volt a Zsuzsinak, és számára talán az egyik legszebb év, a legidősebb fiának akkor volt az esküvője, megtudta, hogy jön majd az unokája, tehát ezek számára mind nagyon-nagyon fontosak voltak, és ezért ő kérte, sőt ragaszkodott ahhoz, hogy annak az évnek a blogbejegyzései, amiben ő követte ezeket az eseményeket, szerkesztve kerüljenek bele ebbe az első könyvbe. Viszont a könyv nagyobbak részét azok a beszélgetéseink tartalmazzák, vagy azokat a könyv második rész azokat a beszélgetéseket tartalmazza, amelyiket a betegség alatt, a kezelések során folytattunk, mert akkor ő már nagyon tudta, hogy mindaz, ami benne végbe megy, amit lelkileg átér közbe, az olyasmi, amire az elején ugye nem is gondolhatott, és ami talán még inkább érdeklődésre számot tarthat, és akkor abban maradtunk, hogy én azt kértem tőle, hogy a kezelések során, hogyha vannak gondolatai, vagy megérzései, vagy bármi, ami ott az 5 óra alatt, amíg a kemó folyt, így eszébe jut, azokat így jegyzetelje föl, hogy arról majd tudjunk beszélgetni. És emiatt születtek így a beszélgetéseink közé betéve ilyen kis szösszenetek, rövid írások, amiket a Zsuzsi csak így leskiccelt, és aztán persze utólag írt meg, nem ott, rövidek nagyon, de nagyon jól visszaadják azokat a nagyon nehéz pillanatokat. Az első kötetnek nem csak sport történeti értéke van, hiszen magában foglalja a budakalászi futókörnek a létrejöttét Zsuzsi által, illetve általa megszervezett versenyeket is, hanem lelki része is van, ami nagyon sokat segíthet az olvasóknak. Kaptál-e visszajelzést az első kötet után, illetve szólnak-e arról, hogy mennyire várják a második kötet megjelenését, amit itt tartunk a kezünkben? Az az igazság, hogy az első kötetnek a teljes egészében a visszajelzések, a beszélgetések, az író-olvasó találkozók folyamodványai, azoknak a kommunikációját ezt a Zsuzsi vitte. És természetesen megosztotta velem, tehát én is pontosan tudtam, hogy milyen visszajelzések vannak. Én az első kötetnek az ilyen beszélgetéseibe, utó rezgéseibe annyira nem folytam bele, viszont azt tudom, és azt nagyon-nagyon fontos meg is erősíteni, hogy a Zsuzsinak mennyit jelentett, hogy hihetetlen mennyiségű visszajelzést kapott, hihetetlen inspirációt jelentett emberek számára. Amit én el tudok mondani, az az, hogy azok az ismerőseim, barátaim, akikhez én juttattam el a könyvet, akik általam ismerkedtek meg a Zsuzsival, azok majdnem mind megpróbálkoztak a futással, mert azt gondolták az első könyv után, hogy ez lehetetlen, hogy ők ne kezdjenek el futni, hogyha ez a nő ezt bírta csinálni, akkor ők is tudnak, és több ilyen barátnőm van, aki abszolút emiatt kezdett el futni. Ez az egyik, amit mondhatok, a másik viszont, ami ennél sokkal fontosabb, hogy amiután a Zsuzsi beteg lett, és az Egyesület tagjai gyűjtést szerveztek olyan értelemben számára, hogy a könyvet árulták futóversenyeken, és az abból befolyt összeggel támogatták a Zsuzsinak a Zsuzsi betegségében, és ennek kapcsán a szélesebb közönség is megtudta, hogy a Zsuzsi milyen állapotban van, hogy van. Az számára mindennél többet jelentett az a fajta visszajelzés, cunami, amit ő akkor kapott, hogy korábban a könyv mi mindent jelentett azoknak, akik olvasták. Tehát akkor azok is jelentkeztek, akik korábban nem. Előtte is nagyon sokan írtak neki. Tehát ő pontosan tudta, hogy milyen hatást váltott ki, de az a cunami, ami ott 2021, 20 végén, 21-ben érkezett, az a Zsuzsi számára hatalmas erő volt. Ezt bele is raktuk a könyvbe, mert ez neki rettenetesen sokat jelentett, sőt,
a betegség során, a kezelések során is folyamatosan irogattak neki, hogy mekkora erőt ad, és mekkora biztatást jelentenek az ő szavai, és ez őt segítette ebbe a utolsó másfél évben nagyon. Nagyon nagy ereje van a közösségnek, és ez fontos volt számára, ahogy mondod is, illetve oda-vissza ez a kapcsolódás, és ez tovább folytatódik a versenyek segítségével. A március 30-ai, most következő hétvégi versenyen részt veszel-e? Mit tudsz a szervezésről? Nem, én ezeken az ultrákon nem futok, én nekem a maraton a leghosszabb táv, amit korábban is, meg most is vállalok, tehát én a Zsuzsinak annó is mondtam, hogy belőlem nem fog tudni ultrafutót faragni, én a maratoni távig tudok futni, és azt is nagy felkészülés árán, szóval nem, én nem veszek részt a versenyen, mint futó, de a versenyen kint leszek, mert hiszen a könyvet árulni fogjuk, és mivel most én tudom képviselni a könyvet, a Zsuzsi hiányában leginkább, ezért természetesen ott leszek, és bárkinek bármilyen kérdés lesz a könyvvel kapcsolatban, ezt mindenképpen meg fogom tudni válaszolni. Viszont a versenyről annyit el tudok mindenképpen mondani, hogy ez a Zsuzsinak egy nagyon fontos versenye volt, és borzasztóan megviselt, amikor 2020-ban az utolsó pillanatban a Covid miatti bezárás miatt nem tudták elindítani a csapatokat, akik jelentkeztek, az egyéneket, akik jelentkeztek, és azóta a férje, mint az egyesületnek az elnöke, aki átvette a Zsuzsi szerepét, viszi tovább ezeket a versenyeket szerencsére, úgyhogy ez a verseny nagyjából ugyanazzal a felállással, ugyanolyan jelentkező számmal, ilyen 150-200 fő közötti jelentkezővel idén is így megrendezésre kerül, mint ahogy mondtam, most már Sallai Zsuzsi emlékversenyként, és majd júniusban pedig megrendezésre kerül ennek a párjaként az országos magyar bajnokság. Tehát az is egy ilyen 100 kilométeres és 52 kilométeres távokon lehet majd indulni. Köszönöm szépen, ott leszünk március 30-án a versenyen mi is. Várunk benneteket, szeretettel. Köszönöm szépen, Anika. Én is köszönöm. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.